Eredményesen szerepeltek többek közt országos versenyen is, a Vai Miklós szakképző iskola diákjai. Ezek a mai fiatalok, ahogy az intézmény igazgatója fogalmazott, képességeik legjavából merítettek. Nekünk pedagógusoknak, szülőknek fontos az, hogy utat mutassunk a gyerekeknek, hogy mi az, ami értékes és kevésbé értékes, hogy mi az, ami jó és rossz. Azt tapasztalom, hogy az elmúlt években ezek a versenyek, amelyben részt vettünk, regionális és országos szinten mind-mind jó alkalom volt arra, hogy megmutassuk, hogy ha segítünk és a diákok mellé állunk, akkor mennyire nagy eredményeket tudunk közösen elérni. Az országos szakma kiváló tanulója versenyen 2012-ben Csizmár István heggesztőként jutott be a legjobbak közé. Ennek volt egy előzmény, egy írásbeli része január 28-án, ahol sikeresen szerepeltem, bejutottam az országos legjobb 11-be. Úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült a verseny. Ezt Dunaújvárosban rendezték meg március 12-13-án. Kétnapos volt ez a verseny, és minden heggesztési pozíciót felölelt. Már hagyományosan részt vesznek az iskola diákjai az országos részversenyen, ahol az idén 114 tanuló mérettette meg magát. Második helyezett lett Halász András, aki 20 000 forint értékű ajándékutalványt kapott. A harmadik helyen Timku Tamás végzett, szintén az iskola diákja. Az iskolák közötti versenyen a Vai lett a legjobb, ennek fejében 150 000 forint értékű támogatásban részesült. Ez már hagyományosnak mondható, hogy mi ezen indultunk. Kétszer egymás után második helyezettek voltunk az elmúlt két évben, most sikerült az első helyet megszerezni. A verseny célja itt a rézmint csőanyag népszerűsítése volt, illetve a szerelés technológiának az ismertetés, megismertetése a tanulókkal. A Vízvilágnapja alkalmából megrendezett regionális versenyen 50 csapat indult, ebből a harmadik helyet szerezték meg a vaisok. A lázbérci víztározónál tett kirándulás mellett értékes tárgyi ajándékokat is nyertek.